Szerencsére az év utolsó napjaira is jutnak sajtóesemények, ez pedig azt jelenti és azt jelzi, hogy folyamatos az a városfejlesztési munka, amelynek keretében többek között a Kovács Károly Városépítő Programhoz kapcsolódva utak, járdák, parkolók újulnak meg, vagy épülnek az egyes városrészekben. Ez a városrész is a belváros egy kiemelt övezete fontos számunkra, és Bali Zoltán, a polgármester úr, aki a térség gondos gazdája és önkormányzati képviselője fontosnak tartja azt, hogy egyre másra újuljanak meg az itteni járdák, aszfaltozásra kerüljenek utak, kialakításra kerüljenek parkolók. Az elmúlt hetekben és hónapokban is több sajtóeseményen vehettünk részt, akár az Arany János utcában, akár a Vizsla Parkban, és most itt a Gábori Géza utcában mintegy 12 millió forintos lábfordítással készült el a járdának a felújítása. És szerencsére minden szemnek maga felé hajlik a keze, és számomra nagyon fontos a